13. oldalát a következő órában, mert hogy most megpihenünk, viszont szó lesz arról, hogy Justin Bieber valószínűleg lesítenik, Justin Timberlake és Jessica Biel válni készülnek, illetve a One Direction sztárja Harry Styles vallási tévolyba esett, és állítólag komoly az ügy. Szóval lesz miről beszélgetnünk, és lesz mit hallgatnunk, a Class 40 legjobb 12 dala következik a szünet után. Három órás zenei maraton a 40 legklasszabb slágerrel. Ez a Class 40. Class 40. A slágerlista. A legfrissebbek a Class FM-en. Vasárnap estig tart a jó idő. Gyalogsági aknákat találtak a Balatonban. Meghosszabbították a tűzszünetet Ukrajnában. Balázs Árpád vagyok. Az ország és a nagyvilág hírei. Első kézből. Csak slágerek. Class FM. A rádió. A közútkezelőtől tudjuk, hogy hídjavítás és sávelhúzás lassítja a forgalmat az M0-áson az 52-es kilométernél mindkét irányban. Elkerülő utat építenek Marcalinál a 68-as úton, itt félpályás útlezárásra kell számítani. Segítse a közlekedőket, ha balesetet vagy trafizó rendőröket lát, küldjön nekünk SMS-t a 0670 645 0000-as számra. Köszönjük! Vasárnap estig tart a jó idő, napközben meleg lesz, később azonban elromlik az idő, hideg front érkezik, záporokra, zivatarokra számíthatunk. Tudtuk meg Nagykurunci Ritától, az időkép munkatársától. Vasárnap eleinte még folytatódik a meleg nyárias időjárás, az ország nagy részén még a 30 fokos küszöböt is átléphetik a maximumot. Majd északnyugat felől egy hullámzó hideg front közelíti meg hazánkat, így az esti órák fölött érkező felhők kíséretében már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. És hétfőre virradó éjjel hevesebb zivatarok is lehetnek. Sokba kerülhet a bankoknak az árfolyamrés és az egyoldalú kamatemelés tisztességtelen alkalmazása. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke a Magyar Nemzetnek azt mondta, pontos számítások még nincsenek, de becslések szerint akár 900 milliárd forintos terhet jelenthet a pénzügyi rendszernek a visszatérítési kötelezettség. Balog Ádám hozzátette, elképzelhető, hogy egyes bankok átgondolják magyarországi szerepvállalásukat. Vádat emelhetnek az Aranykéz utcai robbantás ügyében. A pestisrácok.hu úgy értesült, hogy az ügyben már megkezdődött az iratismertetés. Az ügyészség szerint Portik Tamás adott megbízást a szlovák József Rohácsnak, az olajüzletben érdekelt Boros Tamás 1998-as Aranykéz utcai felrobbantására. A merényletben 4-en haltak meg, Boroson kívül még 3 járókelő és több mint 20-an megsebesültek. Megöltek egy nőt Bicskén, a gyilkosságot az asszony szomszédja fedezte fel, ő is tett bejelentést a rendőrségen. A nyomozók a házban megtalálták a nő holttestét és az élettársát is, akit őrizetbe is vettek. A rendőrök kezdeményezik a férfi előzetes letartóztatását. Gyalogsági aknákat találtak a Balatonban. A két szovjet botlódrótos aknára Fonyódnál bukkant egy fürdőző. A tűzszerészek lezárták a strand egy részét, és búvárok segítségével emelték ki a szerkezeteket a vízből. Az aknákat elszállították, és később megsemmisítik. Az autópályán landolt egy kisgép az Egyesült Államokban a texasi Arlington közelében. A Cessna technikai problémák miatt hajtott végre kényszerleszállást az úton. A landolásban egy autó sofőrje sérült meg, mert már nem tudott időben lefékezni az úton, és kocsijával a repülőbe rohant. A gép pilótája nem sérült meg. Hétfőig meghosszabbították az egyoldalú tűzszünetet Ukrajnában. Petro Poroshenko a hadsereg magasrangú képviselőivel tartott rendkívüli tanácskozás után hozta meg döntését. Az elnök egy hete fegyverletételre szólította fel a kelet-ukrajnai orosz barát szakadárokat. A tűzszünet ellenére azonban így is folytatódtak a harcok a térségben az elmúlt napokban. Visszaérkezett a Fradihoz Muhamed Besic. A focista az elmúlt heteket Brazíliában töltötte a bosnyák labdarúgó válogatottal. A játékos elmondta, hogy a bosnyák válogatott szereplésével elégedett, ugyanakkor maradt benne hiányérzet, mert kis szerencsével tovább léphettek volna a csoportból. Besicet az utóbbi napokban több európai élcsapattal is hírbe hozták. A focista ezzel kapcsolatban csak annyit mondott, hogy tiszteli a Ferencvárost, és azt a döntést hozza meg, ami neki és a csapatnak is a legjobb. Vasárnap eleinte folytatódik a meleg nyári időjárás, ám északnyugat felül egy hullámzó hidegfront ér el minket, így az esti órákon már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A déli délnyugati szél sok helyen megerősödhet napközben, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 32 fok között valószínű. A Klassz FM híreit Balázs Árpádtól hallották. A következő műsorunk a múlt vasárnapi adás ismétlése. Ladies and gentlemen! A
Klassz 40 heti aktuális és trendteremtő slágerlista partija a végéhez közeledik. Már csak néhány hely kiadó. Jönnek a legjobb zenék, a legnagyobb sztárok, és jön a házigazda is, aki mindenről lerántja a leplet. Ez a Klassz 40. Ez itt a Klassz 40 Magyarország mértékadó slágerlistája, ahol olyan hátborzongató a hírek is történnek, hogy Justin Bieber lehet, hogy sítre kerül. Ugye még januárban beszéltünk róla, hogy megdobálta tojással a szomszéd házát, miután szólni merészelt neki, hogy jó lenne abba hagyna a folyamatos partizást, és hát ott tart most a dolog, hogy eljárás indult Justin Bieber ellen, és nem biztos, hogy megúszta csak pénzbüntetéssel, agresszív viselkedése miatt akár börtönbe is csukhatják. Hát kérem, zavarodott híres fiúk tojása már sokszor volt pertárgya a show businessben, de így mondjuk még nem. 12. hogy kicsit az elével is foglalkozzunk, a Klassz 40 listáján John Martin és az Ever For You. A 12. Anywhere For You-val. És a következő dal ugye NST és a Stupid Little Things-je lesz, és hát eszembe jutott egy kis történet, hogy világsztároktól nagyon sokat kérdeznek tényleg ilyen kis hülye kis baromságokat. Például Keith Richardtól, akit most láttam Bécsben a Rolling Stones koncerten, ugye a Rolling Stones legendes gitárosa, megkérdezték most így 70 év körül. A művész úr, az mit üzen a fiatal gitárosoknak így világszerte? Mire Keith Richard annyit mondott, hogy nagyon fontos, minden fellépés előtt menjetek el húgyozni. Milyen kérdésre végül is okos válasz érkezett? Minden háztartásban egy Keith Richardot, minden esetre Anastasia a kisfia dolgaival a 11. I did it to myself.
like religion. Yeah, I did it to myself. I did it to myself. But I won't stay here unforgiven when I did it to myself. I did it to myself. When I get too close to my someday, every time I blow it away, and I will come to my senses, won't be my own worst enemy. And I'll put my heart back together. És a 11. a Stupid Little Things a Class 40 listáján, ahol most próza következik, érkezik a hét sztárja, David Curry, akivel Orsi beszélget. Class 40, a hét sztárja. You'll take a part in mix. A te karriered is az X-faktorban indult. Igen. Meglepődtem, hogy Magyarországon is van X-faktor. Ez nagyon menő. Egyébként az ilyen jellegű tévéműsor nem való mindenkinek. Nagyon tisztában kell lenned azzal, hogy ki vagy és hogy mit akarsz. Különben ezer dolgon elcsúszhatsz. Az én sorsom elég erőt adott ahhoz, hogy ne csúszom ki a talaj a lábam alól. Adoptáltak volt, egy súlyos autóbalesetem, aztán abban kellett hagynom az egyetemet, majdnem elvesztettem a hangomat, szóval volt itt minden. Te jó ég, ennyi minden történt veled? Hány éves vagy? 28. Egyébként pont az őszintesség a hitelesség a kulcs. Sok előadó nem lehet önmaga. A kiadó, menedzsment kötelezi őket arra, hogy különcsenek. Például az életkorukról. Akkor az egyébként nem számít. Nem érdekel, ha 30 leszek, jól nézek ki és kész. Az énekeseket általában frusztrálja az életkor. Ha tudsz énekelni és a közönség kíváncsi rád, nem mindegy, hogy hány éves vagy. Nagyon köszönjük, lesz még folytatása természetesen az interjúnak, de David hihetetlen módon őszinte ebben a beszélgetésben, biztos Orsi hozza ki belőle ezt. Ezzel együtt nem hasonlít Chris Cabre, aki a 10. a Class 40 listáján. Liar, liar. I still know the pain she brought.